Sziasztok, izomvadászok, és üdv az új videóban! Ma a törzs izomzatról lesz szó. Mi az, miért fontos edzeni, és hogyan tud segíteni nekünk a fejlődésben a mai videóban? Most jó. Szóval a törzs izomzat. Először is nézzük, hogy mi ez. A törzs izomzat nekünk az az izomzat, ami stabilizálja a gerincünket, tehát ami lényegében tartja a felső testünket. Nyilván nem csak ez tartja, de ez úgymond a legfontosabb ahhoz, hogy stabil felső testünk lehessen, hogy ne összeessünk. Ha neked ez az izomzat gyenge, akkor lehet, hogy ennek köszönhetően fájdalmaid vannak például az alsó hátadban. De a gyenge törzs izomzat nem rögtön fájdalmat jelent, szóval az is lehet, hogy gyenge a törzs izomzatod, de nincsenek fájdalmaid. Viszont ha lennének fájdalmaid, ma legalább megtanulod, mit tehetsz ellene. A törzs izomzat az minket stabilizál. De nem is csak az, hogy a mindennapi életünkben fontos, hogy erős legyen a törzs izomzatunk, hanem az edzéseknél meg még fontosabb lesz. Itt most vegyük példának a guggolást, tegyük fel, hogy mész terembe, és szeretnél guggolást végezni, akkor ráraksz egy rudat a hátadra, illetve ide a nyakizomzatodra. Jobbik esetben még rá is pakolsz egy kis súlyt, és most ahhoz, hogy ezt a súlyt a tested tudja tartani, nyilván az egész testben kell, hogy legyen feszültség, de itt egy nagyon erős törzs lesz szükséges. Most vettük a guggolást példának, de ez igazából minden gyakorlathoz fontos, hogy erős legyen, hogy tudjon tartani egy bizonyos feszültséget. Szóval ide írjuk a stabilizál mögé, hogy napi szinten plusz edzés. Jobbik esetben neked már eleve az edzés benne van a minden napjaidban, de azért most külön is felírtam. Most a jó például a guggolásban az, hogy miközben végzed, és használod a törzs izomzatod is stabilizátorként, eközben őt rögtön erősíted is. Tehát a guggolás rögtön jó is a törzs izomzat erősítéséhez. De ettől függetlenül emellé még ajánlott a törzs izomzatot célzottan is megedzeni, erősíteni. Szóval pirosban felírjuk, hogy érdemes edzeni. Most, hogyha törzs izomzatról van szó, akkor itt főleg három izomról beszélünk. Az egyrészt az egyenes hasizom, aztán még az oldalsó hasizmok, és a harmadik a hátizom, pontosabban, hogyha törzsről beszélünk, akkor az alsó hátizom. Szóval, hogy lényegében minden, ami itt a mellkasunk és a csípőnk között van körbe. Most azt hiszem, hogy az is a mai kérdésben benne volt, hogy melyikek ehhez a legjobb gyakorlatok, és itt nem feltétlenül mondanám, hogy vannak legjobb gyakorlatok, már eleve az jó, hogyha ezekre célzottan végzel gyakorlatokat, és ami még fontosabb, mint ahogy minden más izomnál is, az, hogy progresszióval dolgozz, tehát arra fókuszálj, hogy fejlődj és egyre többet tudsz megcsinálni. Szóval nem feltétlenül maga a gyakorlat a fontos, amit végzel, hanem eleve az, hogy valamit végezz, és hogy abban fejlődj. Amit például az egyenes hasizomnak tudok ajánlani, az simán a hasprés, az oldalsó hasizomnak az oldalsó hasprés, és az alsó hátizomnak a törzsemelés, illetve hiperextenzió. Pluszban ilyen overall gyakorlat, amit egyszerűen ajánlani tudok, az maga a plank. És akkor, ahogy már mondtam, nem annyira fontos, hogy milyen gyakorlatot végzel, hanem azt, amit végzel, építs tovább és tovább, tehát a fejlődés a fontos. Hogyha az edzéseid folyamán nem a fejlődésre fókuszálsz, és ez most minden izomzatra vonatkozik, akkor szimplán egy dolog fog történni, és az az, hogy stagnálsz, tehát nem érsz el további eredményeket. És most ahhoz, hogy ezeknél itt tudj fejlődni, két opciód van. Az egyrészt az, hogy magasabb tartam, illetve reps, tehát ismétlés számmal dolgozol. Például az, hogy a planknél edzésről edzésre mindig 10 másodperccel tovább tartod a feszültséget, vagy egyszerűen 5 vagy 10 ismétléssel többet csinálsz például a hasprésnél. És a második fejlődési opciód az, hogy nagyobb teherrel edzel. Én őszintén inkább a második opciót választanám a helyedben, mert ha például a planket egyre hosszabb ideig kell tartanod, vagy egyre több és több ismétlés számot végzel, akkor hosszú távon nagyon hosszúak lesznek az edzéseid, és szerintem nagyon unalmasak is, így például a plank világrekord az 8 óra fölött van, nem hiszem, hogy akarsz 8 óráig ilyen plank pozícióban ott lenni a teremben, és semmi más nem csinálni.
Szóval nyugodtan maradhatsz a planknél az 1 percnél is, és arra fókuszálsz, hogy az az 1 perc minél nehezebb legyen. Vagy például a hasprésnél tegyük fel, hogy 20 ismétlést végzel, nem kell egyre feljebb vinned az ismétlés számot, hanem arra is figyelhetsz, hogy ez a 20 ismétlés egyre nehezebb legyen. És itt is megint adok két opciót. Egyrészt az, hogy nehezebb szög. És itt most nem arra gondolok, hogy menj a garázsba és keresd a lehető legnehezebb szöget, hanem maga a gyakorlatot végezd egy olyan szögben, ami számodra nagyobb kihívást jelent. Így például a planknél ugye az a cél, hogy a könyököd a vállizület alatt legyen egyenesen, most hogyha feljebb viszed a könyököd, akkor nehezebb lesz a plank. Ugyanúgy a hasprés, hogyha földön végzed, akkor könnyebb, mint hogyha egy negatív padon végeznéd, ahol lentebb van a fejed, mint a lábad, és így konkrétan a gravitáció ellen kell dolgoznod, és még nehezebb lesz. Szimplán azért, mert megváltoztattad a szöget. És hogyha már adok ilyen tippeket, a törzs emelést is meg tudod nehezíteni azzal, hogy a kezedet egyre jobban feljebb viszed a fejed fölött. És hogyha már a szöget is kimaxoltad, akkor most még nehezebbé teheted az edzésed azzal, hogy használsz súlyt, vagy ha már használsz súlyt, akkor több súlyt. Tehát a második pont az, hogy több súly. Ez a planknél azt jelenteni, hogy valami súlyt ráraksz a hátadra, hasprésnél mondjuk itt a fejed fölött tartasz valamilyen tárcsát, vagy a törzs emelésnél a fejed fölött tartasz valami súlytárcsát. Itt a legfontosabb tényleg az, hogy figyelj rá, hogy tovább fejlődj, ahogy minden izomcsoportra vonatkozik, mert egyrészt ez igenis reális, másrészt a tested ezt akarja is. Hogyha ezt nem tudod elhinni, vagy hogyha nem tudod, hogy ez miért van így, akkor most beteszek egy videót ide a sarokba, azt mindenképp nézd meg, és akkor ezt is jobban meg fogod érteni, hogy miért ennyire fontos a fejlődés. És akkor remélem, hogy tudtam a mai videóval is segíteni, ha igen, hagyj itt egy lájkot, iratkozz fel, hogy ne maradj le a következő videókról, és megint írjatok sok kérdést, a leglájkoltabb lesz holnap megválaszolva. Találkozunk ott, köszi, hogy itt voltál. Na csá!